Erdősz igen, egy ilyen titokzatos hölgyünk. Ó, hiszen ez vidéken hamarosan kiderül. Nálunk nem. Már 3 éve igyekszünk a nyomára jutni, de teljesen sikertelen. És még soha senkinek nem sikerült az arcát látni. Ó, láthatatlan. Láthatónak látható. A névtelen úr és a dámája minden nap délelőtt 10-kor kikocsikázik az erdőszélig, megfordulnak, és usdi vissza. Valóban még senki nem látta a hölgyet. Valóban. A hölgy arcát sűrű fátyol takarja, úgyhogy nem lehet tudni, hogy vénasszony, vagy egy szép leányzó lappangja a fátyol mögött. Én tudok valamit. Nos? 3 féle verziót is. 3 féle kevesebb, mint egy. Hát, ha a bárónő volna olyan kegyes és meghallgatná, én elmondanám, hogy ki az az úr és a dámája. Halljuk. Na. Numero 1. Rablóbanda kapitánya, aki külföldről vonult ide a rablott kincseivel. A dáma, bocsánat a szóért, a szeretője. Németországban egyszer már hurokra került, és az ítélet következtében homlokán tüzes vassal megbélyegezték. Ez rémségesen regényes. Ezt nem fogadhatjuk el. A 2. verzió. Kérem, a névtelen lovag apácát szöktetett a kolostorból. A szent fogadalmát megtört égi mennyasszony vétke vezekléséül megfogadta, lemond a világról, elzárkózik vele, és rajta kívül arcát nem láthatja senki. Jaj! Kedves doktor, én úgy gondolom, hogy ha egy apáca megszökik a kolostorból, azonnal áttér a protestáns hitre, és férhez megy a szeretőjéhez. Ezt sem fogadhatjuk el sajnos. Kedves bárónő, akkor a 3. verzió a legvalószínűbb. Ezelőtt 4 esztendővel a hírlapok elhíreszteltek egy nevezetes asszonyszöktetést. Egy előkelő francia tiszt feleségét a gyeppi fürdőhelyről megugrasztotta egy idegen, senki nem tudta, hogy kicsoda. Azóta a rászedett férj az egész világon keresi asszonyát. Rajtunk, 3-unkon kívül senki más nem tudja, hogy ott van, fertőszegen, a névtelen várban. Ez nem rossz? Na. Ez jó. Ugye? De nem nekem való, uraim. Ugyan asszonyszöktetés, a férj keresi a szökevényeket országról országra. Na nem, ezt nem fogadhatom el. Ugye, kegyelmes bárónő? Kis hibával. Ha a szerelmesek az üldöző francia tiszt elől fertőszegre menekülnek, a legrosszabb titkolózási módot választották ezzel a fátyollal. De miért? Látták előbb azt a lefátyolozott hölgyet. Ki vette volna észre fátyol nélkül? Senki. Ugyanezt elmondhatom, fátyollal titkolózni vidéken. Ugyan, teljesen lehetetlen. Hamarosan mindenki megtudná a titkot, és a francia tiszt azonnal a szökevények után eredne. Na nem, de hagyjuk ezt az egész titokzatoskodást, fátylat meg mindent. Ó, apropó, uraim, meg vannak ma estére hívva a sztárgróf estéjére? Ott leszünk, bárónő. Hát akkor, viszontlátásra, uraim. Bárónő. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Doktor. Bárónő.